Sokat változtam azóta, és élettervem különös találékossággal azt kérte tőlem, mérjem meg magam ebben a változásban. Annak idején nem volt még bennem annyi fény, hogy ne kebelezzem be a sötétség. Hogy állok ezzel most? Ha nincs más vezérfonál a kilátástalan sötétségben, csak az a fény, ami a szívemben ragyog, vajon elég lesz-e? Hű tudok-e maradni mindahhoz a szellemi tudáshoz, amit magamba fogadtam, és aminek a szellemében éltem életeken át? Elfogadom-e, hogy ez az életrendje, amit környezetemben megtapasztalok, vagy felszítom-e emlékeimet a szellemi világ valóságáról? Tudtam, ha kiállom a próbát, ez a fény nem csak nekem lesz elég, de nekik is utat mutat, hogy ne tévedjenek el. Utat mutathatok majd nem csak szerető gyermeki lelkemmel, de szellemem erejével is. Nem szavak útján, hanem a puszta jelenlétem által. Láttam előre azt is, hogy jelenlegi állapotukban ez a fény őket nem vonzani fogja, hanem elrettenteni. Érthetetlen, megfoghatatlan és idegen lesz számukra. Taszítja őket és zavart ébreszt bennük. Így aztán mindent elkövetnek majd, hogy erőszakot tegyenek rajtam, és a saját képükre formáljanak, csak úgy, mint egykoron. Annak idején semmilyen eszközöm nem volt, hogy ellenálljak, vagy elmeneküljek, és nem lesz lehetőségem erre most sem. A feltételek adottak, nem változott semmi, egyedül csak a szellemem lett erősebb. A próba készen állt, igazán az enyém ez a szellemi tudás, amit magamba építettem életeken át. Képes-e arra ez a szikra, hogy minden külső körülmény ellenére megóvja és növelje a fényt a szívemben? Képes-e arra, hogy a gyűlöletet és a félelmet szeretetté alakítsa át? Fogok-e emlékezni rá, hogy szeretetbe jöttem, és nem azért, hogy bárkit elítéljek vagy meggyűlöljek? Ezeket a kérdéseket nem az előttem járó mesterek és az ezoterikus irodalom fogja megválaszolni. Csak is ez a tanító, akivé engem ér el ez a próba. Ezután többé már nem azt fogom tanítani, amit előttem elmondtak mások, hanem azt a fényt, ami bennem világít. Az élő tudás fényét. Azért választottam ezt a fejezetet a Karma Killer című könyvből, mert valahogy kivilágított a könyvből. Igazából nekem nem nagyon van kedvenc részem, az egész könyv a kedvencem. De ez a rész, ez valamiért számomra kivilágított. És eleinte nem is igazán tudtam, hogy miről beszéljek, mivel hogy valahogy nem én választottam, hanem a szöveg választott engem. De aztán ráébredtem arra, hogy nagyon is tudok azonosulni ezzel a résszel, mert valahogy kiskoromtól kezdve ez nagyon nagy dilemma volt a számomra, hogy mennyire tud megnyilvánulni, vagy mennyire engedem megnyilvánulni azt, ami vagyok. És mivel kiskoromban ehhez nem volt meg az erőm, és nem voltam elég stabil, viszont nagyon érzékeny voltam az engem körülvevő világra és az emberek érzéseire. Valahogy azt éreztem kiskoromban, hogy nem vagyok különálló a környezetemtől, és ezért amit láttam, amit éreztem, az mind nagyon fájt. És ezért nagyon sokat sírtam. És ezt természetesen a környezetem nem igazán tudta hova tenni, hogy érthetetlen helyzetekben elkezdek sírni, és ezért el is kezdtek engem csúfolni, például az iskolában. Mivel akkoriban nem igazán ismertem, nem tudtam, hogyan lehetne ezt kezelni, ezért az egyetlen út, amit így járhatónak láttam, az, hogyha behúzódok, és mint egy szemlélő vagyok csak jelen a világba. Nem igazán voltak mi emberi kapcsolataim sohasem, és kiskoromtól kezdve már van egyfajta személytelenség, személytelen természetem, nem voltak például kedvenc játékaim, vagy nem kötöttem új dolgokhoz, mint mondjuk mások. Bár próbálkoztam felvenni meg, csinálni ugyanazokat a dolgokat, amiket mások csináltak, csak hogy be tudjak illeszkedni, de valahogy sose éreztem ezt úgy igaznak, vagy igazinak.
És azért nagyon hamar válogattam is így a dolgokat, mert nem tudtam egyszerűen elmélyülni semmiben annyira, mert nem érdekelt. És valahogy ezt éreztem a tanulással kapcsolatban is, hogy minden csak ideig óráig elégített ki, és aztán pedig tovább mentem valami másra, mert egyszerűen valami hiányzott mindig. És nagyon sokáig nem értettem, hogy miért érzem azt, hogy valami hiányzik, amikor alapvetően minden a helyén volt, minden stimmelt, jogos volt az, ahogy beszélt például valaki, vagy amit olvastam alapvetően igaznak tűnt és logikusnak, de nekem nagyon sokszor mégis hiányzott belőle valami, a lélek például, vagy szerintem ez nevezhető ennek az élő tudásnak is itt, amit Anami említ. És engem egy bizonyos pont után, amikor már eljutottam egy olyan pontra, hogy nagyon-nagyon elzárkóztam a világtól, és olyan szintre jutottam, hogy ebben az elutasításban, az élet elutasításában, hogy már szinte élni sem szerettem volna, akkor találtam rá igazából az Anami programra, és a Karma Killerre, és számomra az a szeretet, ez az ítéletmentes szeretet, ami ahogyan csak ott van valaki melletted, valahogy esugárzott ki a könyvből, és egyébként amikor például eljöttem gyakorolni, ezt éreztem itt is. És ez az élő tudás, amiből, tehát hogy ennek a tapasztalatából, ahogy beszél Anami is, illetve az oktatók is, számomra ez volt az, amihez igazán tudtam kapcsolódni, mert volt súlya a szavaknak, nem pedig csak nem csak szavak voltak, amit mondjuk valaki hallott a mesterétől, és tetszett neki, és ezért ő is ezt mondja. Mert látom erre nagyon sok példát, és ahhoz nem tudtam kapcsolódni. És innentől kezdve, hogy elkezdtem gyakorolni, már a legfőbb célom az volt, hogy tudattalanul is, hogy megerősödjek annyira, és most meg már nagyon tudatosan az, hogy ezt a fajta érzékenységet, amit kiskoromban elutasítottam, azért, mert nem tudtam kezelni, ezt fölvállaljam, és megnyíljak a világ felé. És nagyon hálás vagyok annak, hogy ilyen emberek vesznek körül, mint ahol most vagyok. Hálás vagyok minden tapasztalásnak, amit megéltem ebben az életemben, és akár az ezt megelőzőkben. Hálás vagyok a családomnak és minden embernek, aki az életemben helyet kapott, és ilyen-olyan módon támogatott. Mert tudom, hogy minden egyes tapasztalás, minden egyes emberi kapcsolat ehhez a fényhez is, ez az élő tudáshoz visz közelebb. Ahhoz, hogy szeretetteljesen tudjunk kapcsolódni egymáshoz a világban, és engem ez motivál, és ez visz előre. És számomra a Karma Killernek is ez a legfőbb üzenete, ez a szeretetteljes kapcsolódás, és hogy végül minden ember ebben ezzel a csodálatos fényen ragyogja be a Földet, ami az övé, és ami annyira sajátos és egyedi, és amitől annyira csodálatos és egyedi minden egyes ember a megtett úttól, attól a tapasztalattól, ami és attól a módtól, azon, ahogy csak ő járta be azt az utat. Mert szerintem ez mindig egyedi, és pont ebből fakadóan mind tudunk egymástól tanulni. Van akinél ez a fény, ez jobban ragyog, van akinél még talán csak pislákol, de még az a pislákoló kis fény is tud valamit tanítani, tud valamit adni valakinek. Úgyhogy számomra ez ennek a résznek az üzenete, hogy amit elmondtam, és köszönöm szépen, hogy ezt megoszthattam veletek.
és hogy ezáltal például hozzátok is egy kicsit közelebb tudok kerülni. Ezáltal, hogy megoszthattam veletek a kedvenc részemet az Karma Killer című könyvvel.